Az ötletgazda Fekete Lajosné Hajni kezdeményezése nyomán juthatott el a szeretet fénye azokhoz az emberekhez, akik egyedül élnek, vagy nem tudják elhagyni otthonukat. Ez már a harmadik alkalom, szeretnénk a szeretet fényét elvinni az otthonokba olyan embereknek, akik nem tudnak kimozdulni, és így amikor elindul a fénymenet, az ablakokhoz mennek és kinéznek, és látják a gyönyörű fénymenetet, szeretetet vinni. Tehát nagyon különleges autók vannak, mindig szebbről szebb jön évről évre, és mi ennek nagyon örülünk. A Trabant Maffia tagjai és Tóth László is hatalmas szerepet vállalt a szervezésben. Az elmúlt több mint két évtized alatt ugye én autós rendezvényeken veszek részt, tehát elég jól ismernek az országba, nagyon nagy nemes rendezvényekre hívnak, meg külföldre is, és így a Hajni felkért arra, mivel nekem egy kicsit több tapasztalatom van maga az autós rendezvényekkel kapcsolatban, hogy kéri tőlem a segítséget, illetve a csapatom, tehát ugye a Maffia Klán garázsnak a segítségét kéri, hogy segítsünk neki. A rendezvény jótékony célokat is szolgált. Itt úgy gondoltuk, hogy a Marcali idősek otthonának szálljuk ezt az adománygyűjtést, kicsit segítünk, hogy szebbé tegyük a napjainkat az időseknek. Kisebb adománygyűjtésnek akartuk úgy tervezni, hogy karácsonyfa, egy kis diszeg, egy kis ünnepi hangulatot szerettünk volna nekik ugye hozni. Természetesen ugye én az intézményvezetővel jogi úton ugye felvettem a kapcsolatot, ugye mi tisztában van vagyunk vele, hogy mi az, hogy pénzbeli adomány, és mi az, hogy humán adományként kell gyűjteni. A helyiek mellett Békés és Komárom-Esztergom vármegyéből is érkeztek családok, hogy részt vegyenek a felvonuláson. Hát én 310 kilométerről jöttem Békés megyéből, Tótkomlósról. Nekem ez azért fontos, mert a csoportunk ugye szervezte egy részét, és ez ugye örömet ad az embereknek, a gyermekeknek. Ugye ez a legfontosabb számunkra, hogy mindenkinek tudjunk örömet okozni. Az autódat hogy díszítetted? Mennyire vagy rutinos díszítő? Kb. Hány égősor díszíti, és meddig tart egy autót feldíszíteni? Hát nekem jelenleg 60 méter van rajta a Csepp Kadetten, a piroson. Hát kell egy óra hossz, amire feldíszítem. Hány kilométerre jöttem? Hát durván olyan a Maffia 230 kilométer. Itt van közelben. Mondhatnám azt, hogy picit rutinosabb volt, mint tavaly. 500 darab van rajta, és egy olyan, mit tudom én, másfél, közel két óra. Így egyszerűen meg lehet csinálni. Számos személyautó, autómentő és mindenféle jármű vonult fel szombaton este. A résztvevők kitettek magukért, nem spóroltak a dekoráción, több kilométernyi fényfűzér és számos csillogó-villogó dekoráció díszítette a gépjárműveket. Havarokkal kitaláltuk, hogy akkor miért is ne, meg azért tavaly is igen sokan voltak, meg most is, aztán gondoltuk, hogy akkor már mi is kidíszítjük. Találkoztunk igazán különleges dekorációkkal is, a díszítés az egész család bevonásával több napon keresztül tartott. Szerintem azért éri meg visszajönni, mert egy csodálatos élmény és remek program, már a készülődés is, és igazából azért, mert jó ötlet elvinni az emberekhez a szeretet fényét. A program nem csak a nézőknek, de a résztvevőknek is igazi élményt jelentett. A különleges adventi menet több mint egy órán keresztül járta be a település utcáit, hogy hozzájáruljanak a karácsonyi hangulat megteremtéséhez. A felvonulás baráti beszélgetés, finom italok és ételek mellett a baglas fellépése zárta. Jön a szám, csupa fény, miután lefékez a ház tetején. A téli tájon át, nyúlsz a húzadat.